az Implomiskola diákjainak zenés és táncos műsora nyitotta meg a hagyományos tanévvégi kiváló diákok díjátadót a Vigadóban szerdán délelőtt. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a sportoló diákok sokszor nehezebb munkát végeznek, mint a legtöbb felnőtt, hiszen szüleik és tanáraik mellett meg kell felelniük edzőik elvárásainak is. A versenysport talán mindennél több lemondást feltételez. Vajon hány lefutott vagy leúszott kilométer, hány rontott mozdulat és hány edzéssel töltött óra kell ahhoz, hogy a tehetséget eredményre lehessen látni. A díjátadón a diákok és felkészítőik vehettek át oklevelet. Szigetvári Kevin, a Karácsonyi Általános Iskola 5. osztályos tanulója két súlycsoportban is az ország legjobb fiatal dzsúdósának bizonyult az idei diákolimpián. 6 éves sportolok, és nekem ez a sport már teljesen a szívemhez kötődött. Szeretem az edzőmet, a dzsúdós társaimat, és ez a sport nekem nagyon tetszik. A díjazottak között voltak, akik több sportágban is jeleskednek. Anderlik Andrea 8. osztályos tanuló a kézilabda mellett váltófutásban is jó eredményeket ért el. Nagyon szeretem, és minden nap jártam kézedzésekre, és ott fel tudtam készülni az atlétika versenyekre. A díjátadón 7 általános iskola és 5 középiskola összesen 108 tanulójának teljesítményét ismerték el. Gyulaváros önkormányzata minden évben kitünteti azokat a gyerekeket, akik az 1-8 helyezettet értek el az országos diákolimpiai döntőkön. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy csapatbajnokságban 16 ezer gyerek, aki az országban van, és ők az legjobb 1-8 helyezetben benne vannak. Ez lehet csapatsportág és egyéni sportág. A délelőtti ünnepségen az egyéni sportok kiválóságait díjazták, délután pedig a csapatsportok képviselőinek elismerésével folytatódott az esemény.